A Tied a világ című zenés társasjátéknak a rendezője Szenke Vajk, akinek az életkora miatt nyilván nem lehetett meghatározó gyermekkori élménye az 50 éve megszületett Illés zenekar, de mégis ez a zenei formáció, amely kitörölhetetlen, írják önök, és azóta is meghatározó a hazai könnyűzenei életben. Az Illés zenekarnak minden üzenete core dokumentum. Nem találok én itt szerzőket a Tied a világ körül. Az ön ötlete egy játék született a 20 Illés dal köré? Egyrészt örönyére van te is, Bródi János természetesen. Az Illés zenekar legendás számainak írói és szerzőként én is jelölve vagyok ebben a darabban, hiszen én írtam az előadásnak a szövegkönyvét, a dalok köré épülő szövegkönyvét, és egyébként ez is egy nagyon nagy ötlete volt Rosta Márián, hogy egy olyan kéz írja meg a Tied a világ szövegkönyvét, aki nem test közelben és első pillanataiban találkozott az Illés zenekarral, hanem valami olyan frissesség társuljon az Illés zenekar nagyszerű számai mellé, amit mi fiatalok, akik akkor abban a korban nem éltünk, mi tudunk hozzátenni. És így született meg a Tied a világ, amiben fontos elmondani, hogy ez nem egy bizonyos értelme, ez jukebox musical, azokat a darabokat írják jukebox musicaleknek, ahol híres együtteseknek, előadóknak a számaiból írnak zenés darabokat, olyaténképpen, hogy azt beágyazzák, integrálják a szituációkban. Nálunk ez nem így van, nálunk az illés dalokként szólalnak meg a történet során. A kerettörténet az, hogy Nagy Sanyi tart egy lakásavató bulit, amire elhívja a barátait, ahol illés dalokat énekelnek, csak 40 ember helyett történetesen csak 3 jön el, de így is rebekül érzik magukat, aztán jön egy pizzafutárlány, a szomszéd, és együtt valahogy végül kialakul egy felregeteges buli ott az első lakásban töltött éjszakán. Az illés dalok mindig illés dalokként szólalnak meg, tehát nem arról van szó, hogy Fekke Pál úgy gondolja, hogy ne Nagy Sanyi legyen a világ, és azért azt jönnek, hogy ne gondold, ó, ne, hogy Tied a világ, hanem úgy döntenek, hogy elénekelnek egy illés számot, melynek a címe ne gondold, és ezért eléneklik. A szülei sokat hallgatták mondjuk otthon az illést? Ja, hogy gyerekkoromban emlékszik az illés zenekarra, ha ez a kérdés. Igen, igen, természetesen nyilván. Az illés zenekar, én úgy érzem, hogy nem igen tartozik, vagy tartozott a megosztó zenekarok közé. Az illés zenekar zenét mindenki szeret, és mindenki ismer is, és így aztán én is, amikor az volt a feladatom, hogy kiválasztak 20 illés dalat, akkor tulajdonképpen nem is az volt feladat, hogy melyeket válaszom, hanem inkább az, hogy melyiket hagyjam ki. Másfelől viszont nagyon szerettem volna, és ebben Rosta Mária is partnerem volt, hogy egy pár olyan dal is bekerüljön a Tied a világba, amik nem tartoznak a leghíresebb illés dalok közé, ilyen például az Emlék M-nek, amit az illés rajongók nagyon szeretnek és nagyon ismernek, de a nagy közönség számára talán egy kicsit ismeretlenebb. Mi nagyon szeretjük, és azért például el is helyet kapott a második számonásban. És milyen zenék még, milyen dalok még? Hát természetesen elmaradhatatlanul elhangzik a Ne gondold, a Little Richard, a Rock'n'Roll Rézi, a Még fáj minden csó, Goodbye London, szóval a legnagyobb illés slágerek természetesen helyet kapnak az előadásban. Ez egy fél playback előadás, vagy a muzsikusok ott vannak estéről estére a színpadon? Természetesen estéről estére egy komplet zenekar játszik. A történet szerint Nagy Sanyi a házigazda elhívta a barátait, egy zenekart, akik idős dalokat játszanak aznap este, úgyhogy természetesen élő zenével megy, és itt is csináltunk szerintem egy nagyon értékes és jó dolgot az előadásra kapcsolatban, hogy úgy döntöttünk, hogy az eredeti hangszerelésben hagyjuk, vagy nem próbálunk modernítani ezeken. Elég modern a cselekmény, elég modern a történet. Maga az ötlet, hogy egy hidat ékeljünk a koncert és a színház műfaja közé, ez egy elég progresszív gondolat, és emellett úgy döntöttünk, hogy az illés dalok az eredeti hangszerelésben szólalnak meg. Egyébként elsőre a fiúknak azt gondolták, hogy könnyű lesz, ezzel együtt azonban a szólamokat is, és ez lehet, hogy egy énektechnikai dologra gondolom érdekli a nyíregyházi nézőket, hogy nagyon nehéz szólamokat írtak, könnyűnek tűnő, nagyon nehéz szólamok vannak az illés zenekar számaiban, és azoknak a srácoknak, akik a A1-es első osztályú magyar zenész színészek, Serván Attila, Feke Pál, Nagy Sándor, azt mondják, hogy komoly kihívást jelentett megtanulni ezt a sokszor 3-4, néha 5 szólamú illés számokat. És a fiatalabbak kedvéért említsük meg, hogy Vastag Tamás is a színpadon szerepel. Ön egy dal erejéig nem nyilvánul meg? Én nem nyilvánulok meg. Én a szövegkönyv és a rendezés erejéig nyilvánulok meg, és az tökéletesen
kielégít. Maga Bródy János is itt lesz a Nyíregyházi Szabadtéri Színpadon. Más helyszíneken más illéstagok lépnek majd színpadra. Ők milyen szerepet vállaltak az előadásban? Hát ez egy nagyon helyes dolog. Valóban így van, hogy Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródy János is tagjai a Visti Éda Világtársulatnak, olyan értelemben, hogy valamelyikőjük minden este részese az előadásnak, a Nyíregyházi előadáson Bródy János lesz ez, és elénekelnek egy dalt, önmagukat játsszák, de van rendes jelenetük, szövegük, úgyhogy nagyon izgalmas volt a próba velük, hogy színészként hogyan vannak jelen egy ilyen történetben, de nagyon szorgalmasak, és azt mondtam, hogy igen, tehetséges színészek. Bródy János, a Lány és a Csavargó című számot fogja elénekelni Nyíregyházán. Illésék mit szóltak ahhoz, hogy egy zenés társasjáték születik az ő életművükből? Rettetlen boldogok voltak, és azt mondták, mint Bródy János, mint Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, és ők nagyon örülnek annak, hogy egyfelől pont ez a fiatalság, pont ez a fiatalos lendület társul a dalaik mellé, és hogy nem próbáltunk meg valami nagyon mögöttes, amit náluk sok esetben megtörténik, hogy olyan nagyon mögöttes, valami nagyon politikai értelmek, meg kicsengések, hogy vannak-e, azt fejtegetni, hogy vannak-e a dalaik mögött. Nem, mi nagy szívvel énekeljük ezeket az illésdalokat, és azt hiszem, hogy egy igazi főhajtás ez az illészenekar életműve előtt. A 20 évesek, 30-asok hogyan fogadják ezt az előadást, hogyan tapasztalják? Érdekes módon nagyon eltérő a közönség kor aránya. Nagyon szeretik természetesen az a korosztály, aki az illészenekarral nőtt fel, azok nagy látogatói az előadásunknak, de a törzs közönség tagjai a 20 éves, 30 évesekből kerülnek ki. Egyfelől pont attól, mert egy ilyen nagyon kötetlen, interaktív előadás, másfelől pedig a színészek jelenléte miatt, hogy nagyon ismert és elismert és kedvelt színészek játszanak az előadásban, amint említett Nagy Sándor, Feke Pál, Serván Attila és Vastag Tamás alkotják a főszereplőket, úgyhogy és még ráadásul olyan legendákat lehet látni, mint például Nyíregyházi